És az este vendége Siffer András, az LMP lista vezetője. Jó estét kívánok! Hát itt az előbb beszélgettünk a Transparency International vezetőjével. Ez az a szervezet egyébként, aminek a javaslatát önök szeretnék elsőként beterjeszteni a parlamentben a kampányfinanszírozásról. Ehhez képest kicsit pikáns, hogy épp ők mondják azt, hogy önök dupla annyit költöttek, vagy valószínűleg dupla annyit költöttek, mint amennyi a kampányszámlálójukon elszámolva van. Én nem látok semmi különöset, egyszerűen arról van szó, hogy ők biztos vannak eltérések, hogy ők mit észlelnek, és mi a ténylegesen igénybe vett például médiahordozó. Ezzel együtt nincs nagyságrendi eltérés abban, hogy amikor nekünk lejárnak a fizetési határidők, és fizetnünk kell, ki kell, és ténylegesen ki is fizetjük teljesítjük a kötelezettségeinket, akkor valószínűleg egy hasonló számot fogunk kapni. Egyszerűen arról van szó, hogy a mi nyílt kampányszámlánkról ők azt látják, hogy mi ténylegesen mit fizetünk ki, akkor, amikor itt bizonyos szolgáltatásokért mondjuk június 30-áig van fizetési határidő, vagy adott esetben, mert sajnos ilyen is volt, nincs fedezet arra, hogy valamit kifizessünk, akkor ez nyilván nem játszik bele abba az összegbe, amit ők összehasonlítanak azzal, amit megkutattak. Duplázással, vagy pontosabban duplikációval vádolják önöket Zala megyében is. Itt találtak egy olyan egyértelműen hamisnak bizonyult szelvényt, aminek egyébként az eredetiét szintén az LMP adta le. Ez hogyan fordulhat ön? Hát nézze, egyrészt itt folyik egy vizsgálat, ilyen kettős ajánlás egyébként, ahogy én tudom, jó néhány más egyéni választókerületben és más párt esetében is volt. Ez önmagában még nem is implikál büntető eljárás sem, sajnos. Azzal együtt, hogy egy darab kettős ajánlás történt, 800 darabot adott le Vian Zsolt, 772-t talált érvényesnek a helyi választási bizottság, majd utána az ötszörösét megkapta szavazatban a leadott mennyiségnek. Most ezek után találtak egy duplikátumot, az egy dolog, hogy megindult a büntető eljárás, folyamatosan több mint egy hónapja vegzálják a szimpatizánsainkat Zala megyében, mi a következő napokban dönteni fogunk arról, hogy milyen lépéseket fogunk tenni ebben az ügyben. Mit történhetetlen szerint ebben az ügyben? Mert az az érdekes benne, mondjuk más duplikációs esetekhez képest, hogy ugye mind a két szelvény önöknél van, tehát ki más tudhatta volna, mondjuk, hogyha azt próbálná megmondani, hogy mi másik pár provokációképpen, de honnan tudhatnák annak az embernek az adatait, aki önöknek adta a kártyáját? Hát ezt nyilván majd a vizsgálat fel fogja deríteni azt, hogy ez pontosan hogyan keveredett oda. Egy egészen biztos, hogy sem az aktivistáink is főként, hát a jelöltünk pedig egészen biztos, hogy semmiféle jogsértő cselekményt nem követett el. Az LMP is, mint egyébként jó néhány más párt is, igen sok ajánlószelvényt egyébként nem a hagyományos kopogtatással gyűjtött, hanem ilyen gyűjtőhelyeken adták le állampolgárok, volt, aki egyszerre többet is. Ilyen esetekben fokozott, hogy úgy mondjam, a veszélye annak, hogy nem teljesen szabályos cédulák belekeveredhetnek. Én egy dolgot azért ebbe a történetben rendkívül fontosnak érzek megjegyezni. Ahhoz hozzászoktunk már itt az elmúlt egy-két hónapban, és hát ha úgy tetszik, ha erre a mezőre tévedtünk, akkor ehhez hozzá is kell szoknunk, hogy az ellenfelek mondjuk próbálkoznak ilyen karaktergyilkosságokkal, ezt nyilván viselni kell nekünk becsülettel. Amit én ebben az ügyben és a hasonló ilyen, most már több egyére fölmerülő hasonló ügyekben én felháborítónak érzek, hogy van több ezer magyar állampolgár, aki nagyon tisztességesen végigcsinál egy kampányt, és azok, akik ezekből ügyet csinálnak, és utána rendőri eszközökkel vegzálják a szimpatizánsainkat, ezeknek az embereknek a hitét veszik el, hogy valóban ír az, hogy valamit, hogyha tisztességesen végigcsinálnak, becsülettel végigcsinálnak egy kampányt, és én ezt tartom rendkívül felháborítónak, és ezért fogjuk minden eszközzel megvédeni a szimpatizánsainkat. 13 LMP jelölt maradt távol az első forduló után. Ön szerint hánynak van reális esélye arra, hogy nyerhet, vagy mondjuk legalábbis megszorongathatja nagyon az első helyen végzett jelöltet? Én próbálok akkor ebben mértéktartóan fogalmazni, én azt szeretném, hogyha mind a 13-an meg tudnák szorongatni az első helyezettet. Tehát ezek szerint abban ön sem vár csodát, hogy tulajdonképpen befutó helyre kerülhessen bármelyik a 13 közül? Hát mi csodát mindig várunk. Tehát azért kerültünk be a parlamentbe, mert folyamatosan vártuk a csodát, és ez jó néhányszor bekövetkezett, úgyhogy én erről most sem mondanék le. Annak valóban elég csekély a valószínűsége, hogy mind a 13 körzetet meg tudjuk nyerni. Önök egyébként azért is kerültek be többek között a parlamentben, mert hogy az embereknek tetszett ez az üzenet, hogy lehet más a politika, más, mint amit eddig megszoktak. De mennyi ideig tarthat ki ennek az ereje, hogyha kénytelen kellett lenne, be fognak tagozódni ugyanabban a nagy politikai gépezetben, amiben a többi párt is működik, ezt országgyűlésnek hívják. És mivel a Fidesznek kétharmada lesz, ezért igazán látványos eredményeket nem tudhatnak felmutatni.
Én hiszek abban, hogy egy ellenzék akkor sem lehet biodíszlet, hogyha valakinek ott kétharmados többsége van. Volt azért még az elmúlt 20 év magyar politika történetében is példa arra, pont a Fidesz és pont az MSZP esetében, hogy kis frakció, akkor is, hogyha nem nagyon talált megértésre a társaktól, a szakszerű és a valós problémákra reagáló javaslataival bizony komoly tekintélyt és komoly politikai súlyt tudott magának kovácsolni az ellenzékben eltöltött évek alatt. Mi erre készülünk? Ha már egyébként említette ezeket a történelmi elődöket, ugye emlékszünk, hogy amikor a Fidesz először kis frakcióként bekerült a parlamentbe, akkor nagyon hamar kivették a fülbevalót, felkötötték a nyakkendőt. Nincs fülbevaló. Önöknek nincsen fülbevaló, de önnek nincsen, másnak talán lehet, de hát alapvetően a lehet más a politikának egyelőre megvan ez a fiatalos, farmeros, pólós, kitűzős, nyakkendő nélküli imázsa, ezt meddig fogják megtartani? Hát nyilván az eskütétére illik azért rendesen felöltözködni, már mint úgy értem, hogy nyakkendővel. Egyébként pedig nem kívánunk kifordulni magunkból, csak azért, mert parlamenti képviselők leszünk. És meddig lesznek parlamenti képviselők, mert a programjukban az egyik javaslatuk az volt, hogy maximálnánk, hogy ki hány ciklusig, illetve hogy bármelyik képviselő hány ciklusra kerülhet be az országgyűlésbe. Nyilván nincsen rá esélyük, hogy ezt a javaslatot az országgyűlés el is fogadja, de ettől még a saját képviselőcsoportjukra nézve kötelezőnek tarthatják. Kötelezőnek tarthatjuk. De egyébként én ebben az esetben se zárnám ki a csodát. Tehát amiért ez a javaslat megszületett, az pontosan az, hogy számot vetettünk azzal a hihetetlen bizalomvesztéssel, ami a demokratikus intézményrendszert övezi ma Magyarországon. És főként, hogyha adott esetben a Fidesznek, még nem tudjuk, de adott esetben, hogyha kétharmados többsége lesz, akkor eléggé brutálisan szembesülnie kell majd ezzel. Tehát na, én feltételezem, de önök hány ciklust tartanának például ilyen szempontból a limitnek? Én azt gondolom, de ez most csak egy ilyen ötletelés, hogy mondjuk 3 ciklusba ki lehetne egyezni. És ha önök azt mondják, hogy 3 ciklus, de nem sikerül kiegyezni, akkor magukra nézve kötelezőnek fogják tartani? Belső pártdöntés ebben még nincsen. Én magamra nézve kötelezőnek tartanám, az egészen biztos. Köszönöm szépen a beszélgetést.